2016. december 30-án örök nyugalomra helyezték Gábor Zsazsa magyar származású színésznőt a Los Angeles-i Westwood Village temetőben. A temetés előtt Beverly Hillsben a Good Shepherd templomban emlékeztek meg a 99 éves korában elhunyt hírességről. A majdnem három órás szertartást katolikus liturgia szerint Ed Benioff tiszteletest celebrált a közel 150 összegyűlt barát és családtag előtt. A színésznő földi maradványait férje, von Anhalt herceg, egy márkás kutyahordozóban hozta el a templomba, ezzel is utalva arra, hogy elhunyt felesége nem csak emberek megsegítésén fáradozott, hanem állatokat is mentett. A másfél órás egyházi szertartáson Ed Benioff elmondta, hogy ott, ahol a média folyamatosan figyeli a sztárok életét, Zsazsa kifejezetten titokban jótékonykodott, éppen azért, mert nem a nyilvánosságnak akart megfelelni, hanem mivel volt rá lehetősége, egyszerűen jót akart tenni másokkal. A szertartás végén von Anhalt herceg számos történetet elevenített fel, több mint három évtizedes házasságukból. Fontos volt a közöttük lévő bizalom és összetartás, amit jól jellemez felesége egyik kijelentése. Mindketten a színpadon élünk, ha én nem vagyok ott, akkor te vagy ott. Az utolsó évek nehezen teltek mindkettőjük számára, hiszen az ágyhoz kötött színésznő nem szeretett volna teljesen bezárkózni. Éppen ezért minden jelentős eseményt otthonukban ünnepeltek vendégekkel és partikkal. És miközben egyre romlott Gábor Zsazsa állapota, von Anhalt soha nem feledkezett el arról, hogy naponta friss virággal lepje meg feleségét. Beszéde végén a herceg megköszönte a jelenlévőknek, hogy megemlékeztek együtt szeretett feleségéről, majd az aranyozott urnát visszatette a táskába, és egyedül indult el a néhány kilométerrel arrébb lévő temetőbe, ahol privát szertartás keretében testvére Éva mellé temették el Gábor Zsazsa színésznőt. Az előzetes hírekkel ellentétben a hamvak azért maradnak Los Angelesben, mert a budapesti családi sírbolt egyelőre nem alkalmas arra, hogy méltó emléket állítson az egyik, hanem az utolsó hollywoodi divának.